estét kívánok, akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Fugában. Én Hulás Máté vagyok, az Építész Fórum szerkesztőségének tagja, és itt van velem Böröndi Juli, aki szintén az Építész Fórum szerkesztőségének tagja. Mi fogjuk moderálni a ma esti vitát, és át is adnám a szót Julinak. Előrejáróban néhány mondatot mondanánk, hogy hogyan is működik a BÉK tisztújító taggyűlése, amire pénteken fog sor kerülni 10 órakor a Szent Margit Gimnázium Szent Gellért tornacsarnokában. Ezen az alkalmon több dologról fognak szavazni a szavazati joggal rendelkező tagok. Többek között az elnökről, majd szavazni fognak az alelnökről, aki egy fő, az elnökség tagjairól, aki 3 fő, illetve annak póttagjairól, a felügyelőbizottság tagjairól, az etikai fegyelmi bizottság tagjairól, a választási jelölőbizottság tagjairól és a küldöttekről is. Így kell majd mindenkire leadni a szavazatot, és a közgyűlés ezeket a határozatokat egyszerű többséggel fogja majd meghozni, ez 50% plusz egy szavazatot jelent, és legfeljebb 4 évre szóló mandátumokat osztanak majd ki ezen az alkalmon. A szavazati joga azoknak a tagoknak van, akiknek az adott napon érvényes, aktív kamarai státusza lesz, illetve tanácskozási joggal részt vehetnek majd az alkalmon a szavazati joggal nem rendelkező tagok. Például a BÉK-nél regisztrációval rendelkező, de tagsággal nem rendelkező szakmagyakorlók, ami Magyar Építészkamara elnöke, és mindazon vendégek, akiket az elnök tanácskozási joggal meghív erre az alkalomra. A pénteki taggyűlés határozatképességéhez a tagok minimum 50%-ának jelenléte szükséges majd, ez 1607 főt jelent. Hogyha a taggyűlés nem lesz, akkor 10 órakor határozatképes, 10 óra 15-kor újra összehívják, ekkor viszont már elegendő az 5%-os részvételi arány, ez 161 főt jelent. És akkor a mai este az a két elnök jelölt vitájáról fog szólni. Itt van velünk Csapó Balázs, a Paragram Stúdió alapítója és ügyvezetője, aki a BÉK korábbi elnöke, és Herceg László, az MCXV-i építészműterem alapítója és ügyvezetője, aki a BÉK jelenlegi alelnöke. És röviden, hogy is fog kinézni ez a vita. A két jelöltnek 5-5 perce lesz arra, hogy bemutatkozzon röviden, és elmondja, hogy miért is indult tulajdonképpen az elnöki pozícióért. Ezt követően 3 témakör mentén fogjuk meghallgatni az elképzeléseiket, gondolataikat. Az első téma az érdekképviselet lesz, a második a tagság kérdése, a harmadik pedig a BÉK kulturális szerepvállalása. És mindhárom témakörre 10-10 percet tudnak beosztani a jelöltek arra, hogy kifejtsék a gondolataikat, illetve arra, hogy reagáljanak a másik jelölt gondolataira. A jelölteknek előre kiküldtünk különböző kérdéseket a témakörök kapcsán, amelyek mentén felkészülhettek a mai alkalomra, és ezen felül volt lehetőség arra is, hogy a nézők előre beküldjenek kérdéseket, és ezek közül is a releváns kérdéseket az adott témaköröknél, amennyiben az időbe, adott időkeretbe belefér, akkor megpróbáljuk beilleszteni, hogyha nem, akkor pedig a 3 témakör után lesz még egy blokk arra, hogy ezek a nézői kérdések is előjöjjenek. És a vita végén pedig mindkét jelöltnek lesz 5-5 perce ismét arra, hogy összegezze az estét és a meglátásait. És akkor mindjárt el is kezdjük, csak kis technikai beállítás az stopperre.
először arra szeretnénk megkérni titeket, hogy 5-5 percben mutatkozzatok be, és térjetek ebben ki, kérünk titeket arra, hogy miért indultok, mik a vízióitok, és vannak-e ígéreteitek, amiket megtennétek most. Akkor elindult az óra. Tehát Herceg László vagyok, a Budapest Építészkamara elnöke, jelöltje, jelenlegi alelnöke. Azt hiszem, hogy itt úgy illik, hogy a kamarai részemről beszéljek, vagy a kamarai szerepvállalásomról. A másik két lába a műtermem, illetve az egyetemi oktatói tevékenységem az én szerintem most nem téma, bár mindkettőt nagyon szeretem. A béke szerepvállalás az inkább csak egy késztetés ezen felül. 1999. februárja óta vagyok a Budapest Építészkamarának a tagja. Ezt meg kellett kérdeznem a titkárságon, mert nem emlékeztem, hogy mikor volt ez, és a Zsanett mondta, hogy február. Február 1999, akkor már 2 éves volt a kamara, én pedig 29, tehát viszonylag korán szükségem volt tervezői engedélyszámra, és ez nagyjából el is mond arról mindent, hogy akkoriban is nagyjából ugyanazt gondoltuk a kamaráról, mint most, hogy a kamarának az elsődleges funkciója az, hogy kiadja a tervezői engedélyszámokat, és aztán utána egyéb dolga nincsen. Hogyha valami sérelem éri az egyik építészt, mondjuk a másikkal szemben, na akkor valami etikáról hallottunk, de ilyen azért valljuk meg elég ritkán fordul elő velünk. Aktívabb vagy aktív kamarai szerepet nagyjából rá egy 10 évre, erre nem pontosan emlékszem, hogy mikor, de talán a 2010-es évek környékén vállaltam, azóta vagyok küldött, kamarai küldött, illetve tisztségre 2 éve, tehát 2022-ben kértek föl, és vállaltam akkor az elnökségben az indulást, illetve alelnök lettem, alelnöknek választottak meg. Akkoriban egy olyan kérdést is feltett nekem a választási jelölő bizottság, hogy esetleg elnök jelöltségben gondolkodom-e, és azt mondtam, hogy nem gondolkodom ebben, mert nem ismerem a kamarát belülről, hogy működik, mi a mozgástér, mit lehet elérni, hol vannak leverve azok a szövegek, amiket nehéz kimozdítani, és azért ezt az utóbbi 2 évet én úgy tekintettem, mint tanulóidőt, és végül tavaly decemberben mondtam arra igent, hogy akkor vállalom az elnök jelöltséget. A késztetéssel kapcsolatban talán a Györgyivel, Csontos Györgyivel beszélgettünk, ő évfolyamtársam volt, és ő pedig a Rejs Gábortól hallotta azt, hogy amikor elér az ember egy bizonyos korba, akkor az élet pályájának minden pillanatában tudnia kell, hogy éppen mivel érdemes, vagy mivel kell foglalkozni. És az építészeti közélet is ilyen. Tehát, hogyha elég éretnek érzi magát az ember arra, hogy ezzel foglalkozzon, és úgy érzi, hogy tehet valamit úgy összakmai szinten, a szakmai környezetért, akkor érdemes ezzel foglalkozni, és én mostanában kezdtem igazából ezt gondolni, hogy lehetne ezzel foglalkozni, illetve ami még fontos, hogy nem szabad túl sokat foglalkozni vele, tehát úgy mértéket kell tartani ebben is. Még egyelőre mindig azt szoktam mondani kicsit viccesen, hogy ha már hiányzik, akkor már nem fogom csinálni. Még egyelőre, bár az ilyen vitákat nem, de még egyelőre jól érzem magam ebben a bőrben is. Nagyjából ennyi.
Én először is bemutatkoznék, Szintú Csapó Balázs vagyok. Az én nem kamarai életemben is gyakorlatilag a közösség az, ami meghatározó, mert közösségi közlekedéssel kapcsolatos létesítményeket tervezek, illetve ezeknek a tervezését szoktam irányítani, ami hát elég embert próbáló feladat, de emellett én már egy ilyen jó 10+ évet tettem bele különféle kamarai szerepvállásokba. Voltam a szakmafelügyeletnek tagja, aztán elnöke, még felügyelőbizottságnak tagja, majd elnöke, Budapesti Építészkamarának küldötte vagyok most is, és ugye 6 évig voltam elnöke, amit aztán egy, mindenki tudja, hogy egy elég viharos körülmények között tört keresztbe ez a második ciklus, de ebből szerintem a vita a későbbi szakaszában fogunk majd még eleget hallgatni. És gyakorlatilag ezután bennem úgy kerekedett le ez a 10+ év, hogy én így beletettem a közösségbe, amit bele lehetett tenni, és a tisztújítás kapcsán én először a jelölőbizottságtól, Hartwig Lajostól kaptam egy telefont, hogy azért miért is ne próbálnám még egyszer ezt az elnök jelöltséget, és akkor azt mondtam, hogy köszönöm, nem, nekem ez nem kell. Azért motoszkált a fejemben az a gondolat, hogy mit lehetne hozzátenni még, és általában az volt a megélés ilyen tisztújításoknál, hogy nagyon nehéz megtalálni a fiatalokat, és hogy nem jönnek, nem vállalkoznak, és ennek érdekében én gyakorlatilag összeraktam egy listát, amit beküldtem a jelölőbizottságnak, hogy én senkivel nem beszéltem, de ezek a fiatal építészek jelentek már meg az építészeti közéletben, publikált róluk az építészfórum, interjút adtak, pályázatokat nyernek, irodákat visznek, de tudom róluk, hogy még nincsenek a kamara közelében, és akkor így én ezt a dolgot le is zártam, majd kiderült, hogy a jelölőbizottság ugye szépen fölhívta ezek az embereket, ami alapvetően egy jó dolog, és azzal, hogy akkor én jelöltem őket, és akkor ebből így elindult egy ilyen beszélgetés, aminek a vége egy ilyen közösségi együtt gondolkodás lett, és végül újra elnök jelölt lettem, ami pedig egy másik sztori, mert ugye ma Budapesti Építészkamara elnök jelöltje az lehet, vagy elnök az lehet, akinek legalább egy évnyi bizottsági gyakorlata van, ez pedig egy nagyon régi 2008-as Szolyák Balázs féle forradalomnak az eredményeként jött be a kamarai alapszabályba, ahol én szintén alelnök jelölt voltam akkor. Tehát lehet, hogy nekem ez a megújítási szándék ez úgy bennem maradt, és most nagyon jó, hogy egyrészt ez megjelenik. De az is nagyon jó, hogy van alternatíva, és ennek a mai vitának én azért örülök, mert ami miatt mi akkor 2008-ban felszólaltunk, az volt, hogy nem már olyan választások legyenek, ahol sok mindent lehet csinálni, csak választani nem. Tehát, hogy legyenek alternatívák, legyenek különféle értékkínálatok, és ezek közül bízzuk tényleg a tagságra, hogy bölcsön tud választani. Azért is jó ez a mai vita, mert én biztos vagyok benne, hogy a mai napon ezek a különféle kínálatok megismerhetők lesznek, és ilyen értelemben egy jóval megalapozottabb döntés lehet hozni majd a tagoknak. Sajnos ebből nem voltak túl jó tapasztalataim, tehát hogy a tisztújításoknál azért általában mondjuk ismerem-e azt az embert, igen, nem, x-elek, de nem programokkal, nem gondolatokkal szembesülnek a választók. Úgyhogy én abba bízom, hogy a mai beszélgetésünk az egyrészt ezt az érték alapú gondolkodást fogja erősíteni,
és abban is bízom, hogy ez egy ilyen konstruktív dolog lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a bemutatkozásokat. Ahogy Máté már előrevetítette, három fő témánk van, és ennek az első témája az érdekképviselet lesz, és mindegyik jelöltnek 10-10 perce lesz arra, hogy kifejtse a gondolatait, és ebben a 10 percbe beletartozik a saját álláspontjuk is, valamint az opponencia megfogalmazása is a másik jelölt gondolataira. Előzetesen küldtünk pár kérdést a témában, amikre szeretnénk, hogyha kitérnétek majd mindketten. Ezek azok voltak, hogy milyen szerepe van a budapesti építészkamarának a szakmai érdekképviseletben, hogyan tudná hatékonyabban képviselni a budapesti építészek érdekeit a kamara, mind akár politikai aktorokkal, mind gazdasági szereplőkkel szemben, és hogyan javítható a békérdekérvényesítő helyzete más szakmai szervezetekkel szemben. És akkor át is adnám a szót, indulhat a 10 perc. Igen, szóval 10-10 percünk van, az elég sok, de engem a Laci biztatott, hogy ő rengeteget tud beszélni, úgyhogy most megpróbálom ebben a helyzetben is kihasználni az időt értelmes gondolatokkal. Tehát ugye ezzel az érdekképviselettel mindig az első, hogy jaj, hát a kamarai rendszer az ilyen meg olyan, a kamarai rendszer az egy kétszintű rendszer, és ebben a kétszintű rendszerben, ugye a budapesti kamarában a küldöttek viszik a döntéshozói pozíciót mind a területi szinten, mind pedig az országos szinten. Tehát amit én mondjuk egy ilyen lényegi dolognak tartok, és a törődés munkabizottságnak a programjának ez egy elég fontos alapvetése, az, hogy egy ilyen alulról nyitott, bevonó gondolkodás legyen mind a tagság, mind a küldöttek felé, mert ezáltal lehet egy olyan hátteret megteremteni az elnökség részére, hogy tényleg azokat a kérdéseket fogja bevinni a vitákba, a meccsekbe, vagy arra ad megoldási javaslatot, ami releváns, ami az embereket foglalkoztatja. És ez azért is nagyon fontos, mert az országos szinten vannak a valódi érdekképviseleti helyzetek, de az országos kamarának ugye a tagokkal nincs aktív kapcsolata. És ezt a területi kamaráknak kell megteremteni, és Budapesten az a nehéz, hogy mi rengetegen vagyunk, tehát sokkal többen, és ez a számosság az azt jelenti, hogy sokkal másabb technikákkal kell tudni megszólítani az embereket. Most ami szerintem ilyen borzasztó fontos, az, hogy ezt a lokális szintet ezt megtaláljuk. Tehát egy olyan jó értelemben vett lokál patriotizmus vezethet minket egy ilyen intimebb kapcsolat felé, amiben egyértelmű, hogy a budapesti építészkamara, a budapesti illetékesség ügyekben egy mérvadó szereplővé válik. Ehhez el kell menni nyilvánvalóan a döntéshozókhoz, ehhez kellene alapítani megint egy tervpályázati bizottságot, aki keresztül zsűrokat tudnánk delegálni a tervpályázatokhoz. Ez ugye ma jogszabályilag nem nekünk van vindikálva ez a jog, hanem a Magyar Építészkamarának, de azért azt szerintem el lehet érni, mint ahogy korábban voltak rá már jó gyakorlatok, hogy a budapesti kamara is attól még delegálhatna a tagot a tervpályázatokba, és ezeket a tagokat úgy kéne tekinteni, hogy a kamarai koncepciónak az őrei. Tehát ez egy időben jól működött, aztán valahogy így elfelejtődött, hogy a kamarai pozíció egy tervpályázati zsűriben az nem csak arra van, hogy én borzasztó okos építész vagyok és véleményt formálok, hanem arra is, hogy a kamarai szempontokat, a verseny tisztaságát,
az értékalapú kiválasztást képviselje, sőt, erről be is számoljon a kamara fele. Ugyanígy ugye a Budapesti Építészkamara egyedülálló módon, vagy majdnem egyedülálló módon működtet szakmafelügyeletet, és a kerületi biztosok ott vannak a kerületi szinteken, de az ottani tervtanácsok azok kiüresedtek, tehát alig-alig van bizonyos területeken tervtanácsi munka, mert minden fölmegy ugye az országos tervtanácsba, ahova már nem kerül el a budapesti kamarának a érdekérvényesítő képessége. Tehát ezen is jó lenne változtatni azon is, hogy a politikai szereplőkkel, elsősorban a fővárossal és a kerületekkel egy aktív élő kapcsolata legyen a kamarának. Itt vannak olyan nyitott ajtók, amin igazándiból csak be kell gyalogolni. Ugye a főváros most elég sok energiát fordított a részvételiségre, ezeken a helyzeteken szerintem a kamara egy jó partnerként meg tudja lenni, és hát természetesen ezeknél a partneri helyzeteknél, hogyha az ember szépen ki tudja terjeszteni az együttműködési szituációkat, akkor összességében kialakul egy olyan kép a budapesti kamaráról, hogy tényleg mindenhol ott van, mindenhol jelen van. Én azt szoktam mondani, hogy érdekképviselet reprezentáció nélkül nincsen. A budapesti kamarának a Budapest építészeti nívódíja a legfontosabb ilyen reprezentációs helyzete, és hát gyakorlatilag ez azt gondolom, hogy most volt a zsűrizés, hogy azóta is nagyon jól működik, tehát kialakult egy ilyen nagyon jó alap a fővárossal, a zsűri összetétele is folyamatosan változik, és maga a díjátadó is egy nagyon komoly eseményként van elkönyvelve. A nívódi is jöhetett volna létre ebben a formában, hogyha nincsenek korábban partneri helyzetek. Tehát nekünk annó mondjuk a Lechner Tudásközpont biztosította a digitális pályázati felületet, és a nulladik pillanattól kezdve digitálisan lehetett beadni a pályaműveket, hogy mondjak egy ilyen példát, de az is nagyon fontos volt, hogy ugye korábban ez a díj a fővárosnál volt, aztán a budapesti kamara vette át, és most hosszú évek munkájával vissza lehetett tenni a megfelelő helyre a díjat úgy, hogy a fővárosnak újra van rendelete a díjról, és ebben a rendeletben ugye nevesít van a Budapest építészkamara, mint lebonyolító partner. Biztos lesz még reakcióra helyzet, úgyhogy én most átadom a szót. Igen, szóval most az érdekképviseletről keveset hallottunk, de akkor én is megpróbálnám rendszerezni azt, hogy én viszonyulok ehhez. Tehát szerintem kétféle érdekképviselet, amiben a kamarának gondolkoznia kell. Van egy összakmai érdek, én nem kötném helyhez, hogy a budapesti építészeket képviselünk, de azt gondolom, hogy van egy összakmai nívó, amit kell tudnunk biztosítani. Ez a szakma elismertsége, a népszerűsítése a szakmának, erre nagyon jó eszköz, például a fuga lehet ilyen. A másik az pedig a tagoknak, az egyes tagoknak az érdekképviselete, amiről nagyon kevés szó esik, és hiába van egy óriási gap az országos kamara és a területi kamarák között, a tagokat gyakorlatilag a területi kamarák sem képviselik megfelelőképpen. Amire gondolok, az egyik legfontosabb, hogy legyen normális munkakörnyezet, amiben dolgozni tudunk. Aki gyakorló építész, az tudja jól, hogy a tervezői szerződések azok szinte mindig kiegyensúlyozatlanok. Egészen egyszerűen azért, mert a másik fél, aki a szerződést köti velünk, az potensebb, befolyásosabb, vagy egész egyszerűen nagyobb hatalommal rendelkezik,
és nagyon nehéz elérnünk azt, hogy a szerződéseink azok normálisak tudjanak lenni. Egészen más helyzetben vannak a különböző munkavállalók, tehát a nagy cégek sokkal kevésbé vannak talán rászorulva a kamarának a segítségére. A közepes cégek már igen, mert ott már elég furfangosak azok a szerződések, amiket kötnek, elég nagyok a felelősségi körök, elég komoly biztosításokat kérnek, és amióta az egyszerű bejelentés van, ott azóta gyakorlatilag a szólóépítészek is egyre jobban ki vannak szolgáltatva azzal a felelősségi terrel, amit a nyakukba kaptak. Úgyhogy azt hiszem, hogy a legelső dolog az, hogy ezzel kell foglalkozni. Készít a kamara nagyon régóta már mint a szerződéseket, mi is ezt megtettük az utóbbi két évben, igyekeztünk egy nagyon jó aktualizált anyagot összeállítani, viszont a szerződésekből is csak az a használat, amit igazán használnak is. Tehát a második lépés az az lenne, hogy a kamarai tagoknak ezt a szerződést ezt valahogy használni kellene tudni. Ezt kétféle módon lehet elérni, vagy kötelezővé tenni, ami nyilván egy nonsens, hiszen nem életszerű a valós munkában. A másik pedig az, hogy népszerűsíteni, felhívni rá a figyelmet, meggyőzni a szakmavállalókat. Most egyelőre azért ott tartunk, vagy ott már talán nem tartunk, hogy kössön szerződést az ügyféllel az építész, bár benne van úgy tudom valamelyik szabályzatban, hogy csak szerződéssel szabad dolgozni. És utána ami egy következő szint, az pedig az lenne, hogy ezeket a kamarai szerződésekbe a kamara belép, mint moderátor. Tehát, hogyha vita van, hogyha valakire szükség van ahhoz, hogy ezt a szerződést elmagyarázza, megtámassza hátulról, a szakmavállalónak tudjon, például terpályázatok után mindig előkerül az, hogy azért nem írja ki a kiíró úgy a terpályázatot, hogy a díjazottal megköti a szerződést, mert utána nem tudják, hogy milyen összeg. Ugye egy első díjas kihoz egy zsűri, aki megnyerte a munkát, utána azt mondja, hogy ő gyakorlatilag szabadárás módon szerződhet. Ha a kamara belép ebbe a dologba, mondjuk egy ajánlott kamarai díjszabással, akkor nincs, akkor kiszámíthatóvá válik a megbízók oldaláról is. Ehhez mondjuk az kell, hogy a kamarának legyen egy olyan elismertsége, ami kifelé hitelt ad. És el kéne érni arra a szintre, hogy a kamara kezeskedni tudjon a saját tagjaiért ezekben a relációkban. Egyelőre ennyi. Balázs, szeretnél reagálni elhangzottakra? Hát igen, én azt gondolom, hogy arról beszélünk, ha már egyikünk egyik oldalról közelíti a témát, a másikunk a másikról, ami jó szerintem, mert alapvetően ez a kamarai szerepvállalás, ez arról szól, hogy a közösségi érdekeket magunk elé tesszük, tehát ilyen értelemben az mindig egy öröm, hogy vannak közös megélések. Az, hogy a Budapesti Építészkamara mondjuk egy közbeszerzést tényleg lásson, hogy tényleg megkérdezzék, kikérik a véleményét, az egy nagyon hosszú folyamat. Tehát oda valahogy el kell tudni érni, és nem lehet úgy odaérni, hogy egyébként meg miért nem kérdeztél meg. Tehát igazándiból ahhoz, hogy ez a helyzet, amit a Laci fölvázolt, ki tudjon alakulni, ahhoz óriási munkát, apró munkát is kell végezni, mindig rendelkezésre kell állni, mind a tagok felé, mind pedig a döntéshozók felé, annak érdekében, hogy tényleg egy valós partneri helyzet legyen. Nem tudom, hogy ezek a reakciók hogy vannak kitalálva, hogy most egybe ledaráljuk és megyünk tovább, ez a pingpong van, vagy... Jó, a... Volt egy ilyen furcsa kérdés, hogy hogyan javíthat a béke érdekérvényesítési helyzete más szakmai szervezetek felé. Hát szerintem inkább velük együtt. Tehát, hogy itt sokkal fontosabb az együttműködés, és nem ilyen ellenségképeket kell fölrajzolni, hanem segítséget kell adni. És akkor van az, hogy tényleg lehet párbeszédet folytatni egyébként. Azért azt senki ne gondolja, hogy a nagy cégek kedvező feltételekkel tudnak szerződni, mert
ugyanazok az oroszlán szerződések jelennek meg minden közbeszerzésben. Itt van Judit Bólogat, ő a főváros oldaláról éppenséggel látja ezeket a szerződéseket is. Tehát, hogy ez egy általános probléma. Egyetlen módját látom, hogy tényleg olyan fajsúlyos partneri helyzetbe kell fölmásszunk budapesti kamaraként, ahol tényleg megérti a döntéshozó, hogy az ő érdeke is, hogy a szerződése rendben legyen. Én rengeteg olyan, illetve szinte csak olyan szerződéssel dolgozom, amik aránytalanok, aszimmetrikusak. Csak és kizárólag a megbízónak az érdekeit írja körül, és végső soron ez neki árt. Tehát saját magát is gúzsba köti a megbízó azáltal, hogy egyenlőtlen szerződést köt, amiből nem tud tulajdonképpen kimozdulni. Tehát szerintem azért lehet egy olyan évrendszert adni a döntéshozók felé is, ami ezt az egész helyzetet rendbe rakja és egyensúlyi helyzetet teremt. Szóval az utóbbi két évben mi részt vettünk ennek az új építési jogszabályi környezetnek az átalakításánál. Nagyon sok jogszabályt véleményeztünk, és ugye az általános vélekedés volt, hogy megint egyre több terhet tesznek az építészek nyakába. Tehát megint kapjuk a kötelező BIM-et, megint most legutóbb a kötelező biztosítás gyakorlatilag már így címkézve lesz, mint az autóknál, hogy személyre is meg kell majd kötni. Úgyhogy rengeteg olyan plusz teher kerül a nyakunkba, amit azért minimum ellensúlyozni kéne, vagy legalábbis ott lenni az asztalnál, amikor ezt kitárgyalják. A legnagyobb probléma az, hogy jelenleg a területi kamarák és az országos kamara között szinte alig van párbeszéd. Az országos kamara az, aki ezeket a tárgyalásokat lefolytatja, ha egyáltalán odaengedik az asztalhoz, vagy egyetlen van hozzá képessége, hogy ezt megtegye. Tehát egész egyszerűen az, hogy társszervezetek felé kell, nem tudom pontosan a kérdés hogy szólt, én azt érzem, hogy az országos kamara felé kell egy nagyon komoly együttműködés, sőt azt is mondanám, hogy ezt az iszonyú merev struktúrát, amiben vergődik az építész szakma, amit 97-ben létrehoztunk magunknak, aztán jó egészségesen belaktunk, szóval ezt a struktúrát, ezt egész egyszerűen újra kell gondolni. Tehát ez nem működik így, hogy a tagok felől mondjuk jönnek igények, például az otékot, átírták az otékot, mi megszondáztattuk a tagságot, 250 észrevétel jött. Mindenki tudja, aki dolgozik, hogy az oték pontatlan, rosszak a fogalom meghatározásai, nem egyértelmű, ahány kormányhivatal annyiféle módon értelmezi. Ez egy ilyen elfajzott jogszabály. Nem véletlen, hogy ilyen sokan bekapcsolódtak. Egyedi építészek, mondhatnám, hogy gyalogosok, jöttek nagy irodák vezetői, mindenki írt, hogy ez a jogszabály, ő szerint ez rossz benne. Ebből összeállítottunk egy csapatot, ők elkezdték ezt átnézni, feldolgozták az egészet, lett 200 javaslat, amit elküldtünk a építési minisztériumnak. Neked közlekedés, nekem építés. Nem tehettük volna meg, tehát átléptük a hivatali utat. Ugye az országos kamarának kellett volna először elküldenünk ezeket az észrevételeket, de soha nem kaptunk tőlük visszajelzést arról, hogy mi volt az, amit igazából ők továbbítottak. Visszatérve az érdekképviseletre, hogy azért voltak és mindig is vannak erre kósza kísérletek, hogy a díjainkat rendezzük végre. Sajnos nem vagyunk elég egyenesek, és nincs elég tartásunk ahhoz, hogy normális díjakon tervezzünk, hogy ne menjünk be bizonyos szint alá. Ezt ki kell mondani. Építészek egymás ellen mennek, egymás aláígérnek, még mindig az általános, hogy csak a megbízás számít, mint hogyha így elkábulnánk egy-egy feladattól. Ezen nagyon nehéz változtatni. A kötelező kamarai díjszabást azt nagyon sokszor megpróbálta a kamara elérni. A gazdasági versenyhivatal elmeszelte, vagy egész egyszerűen elvérzett azon, hogy nem volt megfelelő a rendszer, amit használni akartak.
Most legutóbb felmerült egy olyan rendszer, hogy minimál díjszabás, tehát az építőipari minimál díjnak a mintájára lehetne egy minimál mérnökdíjat meghatározni, és akkor utána a kamarának elég lenne csak azt mondani egy adott feladatra, hogy mondjuk ez 5000 óra elkészíteni megfelelő minőségben, és akkor felszorozni ezzel a díjjal, és az a minimál díj, ez talán belefér a jogszabályi keretek közé. Ezen rengeteget kell dolgozni. Próbáltuk átvenni a HOAI-t, nem működött. Próbáltunk saját magunknak barkácsolni rendszereket. Minden egyes szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. Sajnos ehhez is óriási együttműködés kéne az országos kamarától, ha már az egyharmadát a díjunknak feladjuk nekik. Köszönjük. Mielőtt rátérnénk a következő témakörre, a később érkezőknek mondom, hogy van még itt elől néhány hely, úgyhogy nyugodtan előre lehet jönni. De nem muszáj. A következő témakör az a tagság kérdése lesz. Ugye ez egy rendszeresen felmerülő téma, vagy kritika a kamarával kapcsolatban, hogy ez egy ilyen adminisztratív teher a legtöbbeknek, de hogy valójában mi a szerepe annak, hogy valaki tag legyen, főleg a fiatalabb vagy friss diplomások körében ez sokaknak kérdés, úgyhogy azokat a kérdéseket tettük föl ezzel kapcsolatban, hogy hogyan szólíthatóak meg a fiatal és friss diplomás építészek, hogyan válhat inkluzívvá a kamara, és milyen szerepe van a kamarának a tagok szakma gyakorlásának támogatásában. Ezek a törődés munkabizottságnak a hívó szavai. Tehát, hogy az első az, hogy pontosan hogy szólt a kérdés, csak hogy... Hogyan szólíthatóak meg a fiatal friss diplomás építészek? Igen. Hát fokozatosan. Tehát én azt mondanám, hogy... Hát honnan kezdjem? Mondjuk kezdjük a vizuális kultúrától. Tehát, hogy a gyerekeket el kéne kezdeni mondjuk a pálya felé irányítani. Ebben nagyon sokan a szakmából, a Cseh Andrisék, a Terberitáék, a Gyíkműhely nagyon, nagyon aktívan teszik a dolgokat. Borzasztó jó programjaik vannak, bemennek az iskolákba. Egyébként mi is keressük velük itt a Fogán keresztül, és meg is találjuk az együttműködési lehetőségeket, hogy tartsanak foglalkozásokat gyerekeknek, mert ez az áloga annak, hogy egy idő után egész egyszerűen elkezdjenek érdeklődni a vizuális kultúra, vagy akár az épített környezet iránt. A következő nyilván az, amikor kiválasztja valaki, hogy elmegy az egyetemre tanulni, és ezt a szakmát választja, hát ott az oktatásról én szerintem nagyon-nagyon sokáig lehetne beszélni, hogy mi az, ami rossz, vagy mi az, ami jó benne. Talán ez ott még nem a kamarának a feladata, bár amikor volt az iskolákban most legutóbb ez a szénszünet, biztos emlékeztek rá egy másfél éve, hogy hirtelen megemelkedett a rezsiköltség, és bezárták az iskolákat, és ezért kellett Teams-en vizsgázni, meg mondjuk kipakolást tartani a Covid után, amikor már mindenkit találkozni akart igazából a másikkal, akkor mi kinyitottuk a Fogát, és azt mondtuk, hogy gyertek egyetemek, gyertek ide, itt nektek van hely, van fűtés, itt csináljátok a programjaitokat. És ez azóta ez a jó szokás megmaradt, és jelentkezik a lakótanszék, jönnek a középről, jönnek mindenhonnan hallgatók, és bekerülnek egy olyan környezetbe, ami hát ha legalábbis megerősíti őket abban, hogy mondjuk egy jó pályát választottak, mert azért valahol ennek a Fogának van egy ilyen látszata vagy lényege. És akkor utána eljön a diploma, amikor ott kezdődik, én szerintem, amikor beül az ember bizottságba, akkor úgy meg kell adni a tiszteletet. Tehát, hogy
Én olyan szépen felöltözni mondjuk akkor szoktam, amikor elmegyek bizottságba, meg amikor elmegyek vitázni a másik elnök jelölttel, mert hogy azt gondolom, hogy meg kell adnom a tiszteletet a hallgatónak. Neki az az egyetlen esemény az életében, amikor megvédi a diplomáját. Jó esetben már úgy kerül oda, hogy ez egy ünnepi pillanat. És nagyon fontos, én mai napig emlékszem a védésemre, hogy akkor ott, akik bennültek a bizottságban, ők mit mondtak. Emlékszem olyan kollégára, aki az óráját nézegette, és aztán utána egyszer csak zavartan, vagyis nem is zavartan, hanem úgy nyíltan félbeszakította a hallgatót, hogy jó van, mondja már, nekem mennem kell. Hát ilyen nincs, hát ilyet hogy lehet ilyet csinálni? Nem tettem meg, hogy őt helyre utasítom. Tehát mondjuk a fiatalokkal való törődés, az mondjuk itt kezdődik. És amikor kijönnek a szakmába, ők nincsenek kész. Tehát, hogy úgy csinálni céget, hogy megpróbálni ezektől a srácoktól a legtöbbet elvenni, és semmit nem hozzátenni, vagy adni nekik, azt én szerintem nem lehet. Tehát ez nem is hosszú távon nem is válik be. Tehát igen, 1-2-3-4 évig még el kell fogadni azt, hogy meg kell tanítani nekik a szakmát. Hát a kamara és a fiatalok, azt gondolom, hogy a kamarának elsősorban kamarai tagokkal kell foglalkoznia. Ez egész egyszerűen azért van így, mert hogy a többi kamarai taggal, aki minden évben befizeti a 95 000 forintos tagdíját, ez én szerintem az elvárás. Tehát, hogyha valaki azt szeretné, hogy a kamara az ő érdekeit is képviselje, akkor lépjen be a kamarába. Egy másik oldala ennek a dolognak az az, hogy lehetne a diploma mellé kamarai tagságot adni, tehát, hogy mindenki kamarai tag lesz, és akkor mindenkinek, a legfiatalabbaknak is, és a már régóta a szakmában levőknek is egyaránt joga van mondjuk választani, vagy tisztséget viselni, vagy munkabizottságot szervezni, vagy bármi egyebet, de hogy akkor ténylegesen az van, hogy azt komolyan veszi az ember, akinek ott a diplomája a kezében, 25 évesen. Aztán persze mondhatja azt, hogy elhagyja a pályát és kilép a kamarába. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt a tagdíjat kéne fizetni. Hát lehet ezt úgy is, hogy nem tudom én, egy évről évre, nem tudom, 5 év alatt éri el az ő díja azt, amit a többiek fizetnek. Úgyhogy lehetne ez is az egyik odafordulás a fiatalokhoz. És hát rengeteg egyéb, tehát a kamarának a továbbképzésekben, a megjelenési lehetőségek biztosításában, és egy csomó minden másban dolga van én szerintem a fiatalokkal. Hogyan lehet inkluzív a kamara? Az építészek többsége, vagy hát remélem most már nem többsége, mert hogy most már talán az építészet annyira nem közügy, vagy magánügy, hanem inkább közügy, hogy az építészek többsége azt mondja, hogy ő nem inkluzív, hanem exkluzív csoportnak akar a tagja lenni, és inkább abban akar részt venni. Sokan vannak még mindig így, bár az a helyzet, hogy közben meg itt eltűnik a világ körülöttünk. És volt még egy harmadik kérdés. Milyen szerepe van a kamarának a tagok szakmai gyakorlásának támogatásában? Hát ez talán benne volt az előző kettőben. Köszönöm. Én azzal kezdeném, hogy hát azért nem csak fiatalok vannak a kamarában. Tehát a kamara akkor tud inkluzív lenni, hogyha mindenkinek a saját specifikus problémájára tud jó választ adni, úgy, hogy közben senki nem azt érzi, hogy ő ebből a rendszerből ki van rekesztve, vagy hogyha nem része ennek a rendszernek, akkor érezhessék mondjuk azt a friss diplomások, hogy itt van ez a lehetőség, és ez egy jó lehetőség. Ahhoz, hogy ezeket a speciális igényeket megismerjük, természetesen egy kicsit tovább kell menni annál, mint hogy jaj, tudom, meg hogy a múltkor arról beszéltünk, hogy, hanem tényleg kellenek olyan adatfelvételek, amikkel ezek az igények mérhetők. Azért egy-két
ilyen trivialis dolgot azt látunk, tehát mik a fő problémáink, mondjuk a digitalizáció terén, az a fő problémáink, hogy olyan gyorsan fejlődnek a szoftverek, és olyan gyorsan jönnek utánunk az igények, ugye, ahogy a Laci mondta, most már van egy BIM rendelet, amit nagyon nehezen követünk le. Tehát ezért kellenének olyan képzések, amit a kamara támogat valamilyen formában, és felhozzák a tagokat a digitális megfelelő tudásnak a szintjére. Ugyanígy, ugye volt szó arról, hogy egymás alá ajánlunk tervezői díjaknak, és ez pedig nagyon nagy részt annak is köszönhető, hogy az építészeknek nincsen üzleti képzése. Tehát úgy jönnek ki az emberek az egyetemről, hogy nincsen gazdasági képzés. Mi a múltkor néztünk egy ilyen kompetencia térképet, ami persze Magyarországon nem létezik, de mondjuk az ausztrálok azok nagyon jól vegyítik ezt a angol szász és a poroszos rendszert, és náluk a jogosultsággal bíró, vagy mondjuk vezető tervezői szintnek az egyik legfontosabb különbség az egyel alatta lévő szinthez képest az, hogy bírja azokat az üzleti ismereteket, képes azokban az üzleti kérdésekben is dönteni, amik a szakma gyakorláshoz kapcsolódnak. Most, ha látjuk, hogy a piac az önmagát zabálja, ha látjuk, hogy mindenki attól szenved, és elsősorban ugye a fiatalok szenvednek ettől, másodszorban mindenki más is, mert ugye az a különbség a fiatal építész, meg kicsit kevésbé fiatal építész között, hogy ez a bot csinált a doktorságban, már egyel följebb vagyunk. De azért erre rá lehetne egy kicsit jobban repülni, és szerintem ennek van tere. Ugye látható, hogyha szétnézzünk ilyen képzési kínálatokban külföldön is, akkor ezek elég jellemzően jelen vannak. Olyan értelemben meg tényleg rezonál a kérdés a törődés munkabizottságra, tehát valahogy így kell megszólítani a fiatalokat, ahogy mi ezen az úton végigmentünk. Tehát a törődés munkabizottság március óta heti rendszerességgel képzi magát arra, hogyha adott esetben elnyeri a tagság bizalmát valamelyik jelölt, akkor ő abban a feladatban ne úgy érkezzen meg, hogy ja Istenem, most akkor a kamarának melyik végén kell bejönni, meg hogy mi ez az egész feladat, hanem legyen egy közös tudás, és erre a közös tudásra tudjuk építeni azt, hogy legyen utánpótlásunk. Pont. Nem tudom, hogy így kötözködni kell, vagy hogy csináljuk, hogy akkor így... Vagy inkább ne? Tehát, hogy de? Legyen vita? Ne értsünk egyet, igaz? Valamiben. Jó, szóval, akkor beszéljünk akkor erről. Nem, előtte még azt elmondom, hogy például a kék. A kamara, amikor te voltál elnök, akkor talán jobban kereste a kapcsolatot a kékkel, ugye a múltadból adódóan, hogy nem tudom, hogy részt vettél ott a kuratóriumban, vagy csak az Erőzoli kapcsán, mint közös pont kapcsán inkább, de hogy kerestétek a közös pontokat. És érdekes, hogy ebben a két évben, amennyi nekünk adódott, akkor mi nem nagyon volt átfedés a két társaság között, és nekem ez igazából hiányzott, mert én baromira szeretem a kéknek a programjait. És volt egy alkalom, amikor ugye Kádár Bálinttal mi az urbanisztika tanszéken együtt vagyunk, és akkor leültünk, hogy kértem őket, hogy üljünk le, beszéljünk erről, hogy mit tudna a kamara segíteni. Azt gondolom, hogy bármilyen szerveződés, tehát hogyha a Dabas kör mondjuk Budapesten lenne, vagy nem tudom én, Fajcsákék EGRI ténykedése valahogy Budapesthez kapcsolódna, akkor szerintem velük is nagyon jó közös halmaz tudnánk képezni.
Tehát leültünk a kékesek, és megkérdeztem, hogy mi lehet az a közös pont. És a Klanicen Jani volt az, aki végül rám írt egy e-mailt, és azt mondta, hogy ő szerinte a fiatalok. És ebben nagyon jó a kék, hogy áthúzza az egyetemről, ott van az egyetem közelében, áthúzza az egyetemről a srácokat, rögtön az első évben ott ragadnak, és aztán meg is tartja őket, akár mint önkéntes, akár mint más. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy hol vannak azok az átfedések, hol a kamara támogatni tudja őket, vagy esetleg mik azok a formák, amiben támogatni lehet, aztán ez elmúlt, tehát így megakadt ez a beszélgetés. Viszont az igazság, hogy ezen a ti bizottságotokon ezt nem éreztem most, hogy ez a nagy lelkesedés lenne benne, inkább azt éreztem benne, hogy a pozíció az, ami inkább érdekel benneteket. Oké. Ezt a labdát most nem nyessem le, de azért kicsit segítek, hogy igen, tehát hogy valóban én nem kizárólag a Zoli, hanem többekkel. Ugye a kék azért nagyjából a metró tervezés mellett nőtt föl, tehát hogy ugyanaz a közeg, aminek én is részese voltam, azért nagyon határozott volt mindig is a kéknek egy ilyen autonómiája, hogy ő nem szeretne hivatalos szervezettel együtt dolgozni. Abban volt unikális mondjuk az én elnökségem, hogy de mégis lehetett, tehát hogy a Budapest legendába például fölkerült az Artúr, ami egy ilyen szintén legendás helyzet volt a kékben, és akkor a séta felülete a Budapest legendának az egy ilyen közös munka. Ez szerintem egy ilyen olyan helyzet, amit bármikor lehet fejleszteni, és hát ugyanakkor meg azért az egy jó dolog, hogy van egy ilyen szervezet, aki megtalálja a fiatalokat. Például a kéknek volt egy nagyon meghatározó kutatása, a Trust Your Architects könyv, ami pontosan a fiatal munkavállalóknak a helyzetét tárta föl. Ez egy professzionális kutatás volt. Ugye abban maradt, de itt is lehetne egy olyan kamarai együttműködés, hogy akkor látjuk, hogy ez egy nagyon jó szelete a szakmának, minket ez érdekel, erre célzottan akár egy közös programot fel lehet húzni. Tehát én nem gondolom azt, hogy a kamarának rá kéne nehézkedni a kortárs építészeti központra, mert az valószínűleg nem a megfelelő helyzet, de azt gondolom, hogy vannak olyan közös pontok, amiknél egy ilyen jó partneri, kiegyensúlyozott együttműködés, az teljesen előremutató volna, és nagyon értékes információkat lehetne kinyerni a kamarának is abból, hogyha mondjuk ez a Trust Your Architects, tehát Bíz az építészetben című könyvnek a kutatási része, az, mit tudom én, 4-5 évente ismételt adatfelvétellel meg lenne támogatva, ismételten ki lenne publikálva, és látnánk tényleg a trendeket. Mert ami nagyon nagy probléma, visszatérek egy rövid gondolat erejéig a tervezési díszabáshoz, és ez egy érdekes dolog, tehát hogy ezt ne felejtsük el, ezt az óradíjas elszámolásnak a kérdését, de nagyon nagy probléma, nincsen adat. Tehát a német HAI rendszer az azért borzasztó jó, mert ott van mögötte az adat. Tehát a német építészek a német kamarának lejelentik az adataikat. Ezért egy német építész, vagy egy német cég jobban tudja ma Magyarországon mennyibe kerül egy négyzetmétert megépíteni, mint egy magyar építész, mert azok a német vállalatok, akik itt dolgoznak, azok ezeket lejelentik. Nálunk ilyen rendszer nincs, tehát hogy alapvetően hogy a kamarát akkor tudnánk professzionálisabb irányba elvinni, hogyha az adatfelvételeinket, azokat ilyen fontos dolognak tartanánk. Ez persze drága, tehát erre kell áldozni. Mi se tettük meg, tehát hogy neki, illetve hát én megpróbáltam a Magyar Építész Kamarát feldörzsölni, hogy ő vegye fel az adatfelvételt, csak az meg nem professzionális adatfelvétel lett végül. És ez azért nehéz, mert azért nem lehet két hetente megkérdezni ugyanazt, hogy figyelj neked most akkor így vagy úgy, van a munkád, nincs munkád, mennyi dolgoztál, stb. Tehát borzasztó jó lenne, hogyha több adattal tudnánk dolgozni, és akkor ezek a kérdéseink, ezek nem ilyen
érzetekre, meg szokásukra támaszkodnának, hanem tényekre. És azzal már szerintem sokkal jobban el lehet menni bárhova beszélgetni, hogy figyelj, ezt számoltuk ki, ezek az ügyek vannak, ennyi órába kerül, ahogy te is mondtad, egy nem tudom, családi házat összerakni, ebbe ilyen és ilyen tevékenységek vannak benne, ezzel már lehet tárgyalni. De amíg nincsen nálunk ez az adat, mindez egy ilyen feltételezés. Ugyanígy, hát hogyan lehet a tagokat segíteni? Mi annó az építész fórummal közösen, ugye nekik segítve elkészült az építészkereső szolgáltatás, ami hát most valahogy áll, de ezt is tovább kéne fejleszteni. Tehát ennek az alkalmazásnak ugye az volt, vagy ennek a felületnek az volt a célja, hogy a megbízókat össze lehessen kötni az építészekkel, különösen azokkal, akiknek nincs még nagyon-nagyon kidolgozott portfóliójuk, nincs forrásuk arra, hogy saját honlapjuk legyen, és mégis egy ilyen szabályozott közegben meg lehetne adni ezt az összekötést. Ugye voltak itt olyan vágyak, hogy adott esetben ez egy ilyen mini pályázati felületté is váljon, de hát valahogy ez az együttműködés is elakadt ebben a zavarosban, amiben beletorkoltunk, de igazándiból csak azt akarom ebből kihozni, hogy vannak már elindított szálak, és ezeket, hogyha felvesszük, és újra elkezdjük működésbe hozni, akkor azért lehet érdemi javulásukat adni mindenkinek. Még van 34 másodpercem, gyorsan a szakmagyakorlás és a fiatalok, hogy csináltunk egy terpályázati csapatot is, hogy azt megpróbáljuk kideríteni, hogy miért nincsenek terpályázatok, és hogy valami rossz a rendszerben, és rájöttünk, hogy a szabályok nem rosszak, hanem egész egyszerűen az alapja tűnt el a kiírásoknak, meg a kiíróknak, és ezért legutóbb sikerült valahogy becsempészni a rendszerbe, nem tudom még, hogy meg lesz-e, hogy a szabályozási terveknél újra vissza fog kerülni, hogy körülhatárolt területek legyenek, amik csak terpályázatokkal építhetők be, és ezek mondjuk olyan feladatok lehetnek, amire mondjuk a fiatalok is könnyebben tudnak indulni, nem ilyen nagy, fényes, nehezen, nagy költséggel megcsinálható pályázatok lesznek, és ez a kultúrához egy kis átkötés talán. A harmadik blokkunk hívószava a kultúra. Azokat a kérdéseket küldtük meg előzetesen. Milyen szerepe van a kamarának az építész szakma társadalmi megítélésének ügyében, és milyen eszközökkel javítható ez? Van-e közönségépítő szerepe a kamarának, illetve hogy mik az elképzeléseitek a fugával kapcsolatban? Jó, akkor én azzal kezdeném, hogy az előbb azt mondtad, hogy a budapesti kamarának a tagokkal kell foglalkozni, és ez részben igaz, tehát, hogy kell a tagokkal foglalkozni, nagyon is, de azért mi egy közegnek a részesei vagyunk, tehát, hogyha valamiben javulást akarunk elérni, akár társadalmi megítélésben, vagy a társadalom edukációjában, akkor nem lehet az önképünket a kamara falaira korlátozni, tehát hogy ebből muszáj kilépni. És nem csak kulturális szinten, hanem itt vagyunk már a rendszerváltás út, nem tudom, évtizedek teltek el, és nem tanultuk meg, hogy kell demokráciát működtetni. Tehát ilyen értelemben nekem mondjuk a kamara, az például egy ilyen nagyon jó helyzet arra, hogy gyakoroljuk, hogy működik a demokrácia, van választás, van elnökjelölti vita, és ezek mind nagyon értékes dolgok. Most ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy és ebben elég sokat mentünk előre, hogy legyen a kamarának egy jó önkép, egy jó mondjuk úgy brendje. Ugye ez alatt a 6 év alatt mi teljesen újra húztuk
a kamarának mindenféle megjelenését, új honlapot építettünk, digitálisan elérhetővé tettük az ügyintézési felületeket, a nulláról létrehoztuk a Budapest Legenda honlapot, amin ugye a névudegyes épületeknek a sora most már, hát az is azt hiszem olyan 25 év mélységben kereshető, tehát hogy ott már ilyen Jungtimer épületek simán felelhetők, és nagyon érdekes mondjuk végignézni, hogy hogyan változott az építészet ez alatt a negyed évszázad alatt. Szerveztünk nemzetközi konferenciákat, ugye ez is elmaradt. Gyakorlatilag ugye a Share Budapest konferencia, az most átkerült a Magyar Építészkamara védnöksége alá, mert a budapesti kamara azt mondta, hogy minek szervezni egy olyan konferenciát, ahol a magyar előadók találkozhatnak, és beszélgethetnek olyan külföldi topirodákkal, olyan szomszédos országbeli nem topirodákkal, szomszédos országbeli kamarai elnökökkel, akikkel egyébként nem biztos, hogy találkoznak. Szerintem ez fontos. Én mondjuk pont most fogok menni októberben, mert rám égett ez a dolog, és akkor egy ilyen summitre Bukarestbe, mert ebből a Budapesti Építészkamara egyszerűen kimaradt. És hát ugyanígy a fuga az továbbra is egy érték, tehát amikor a törődés munkabizottságban összeírtuk azt, hogy nagyjából mivel akarunk foglalkozni, akkor az jött ki, hogy minden szálnak a végén egy nagyon jó helyszínként a fuga az megjelent. Sőt, hát ugye maga a törődés munkabizottságnak a nyitott eseménye is itt voltak, ez a beszélgetés is itt van. Tehát ugye ilyen értelemben mi azt gondoljuk, hogy a fuga, mint a kamarának egy ilyen nappali szobája, az egy nagyon fontos helyszín. Beszéltünk egyébként a vezetéssel is. Hát továbbra is az egy ilyen handicap, hogy építészetből kevesebb van. Tehát amit ugye ti is elindítottatok, hogy kapacitáljuk azt, hogy fiatal kurátorok jelenjenek meg a fugában, irodák jelenjenek meg a fugában, ezen az úton tovább kell menni annak érdekében, hogy az intézménynek ez a építészeti gondolkodás is egy valós szexepíjévé váljon. Pont. Tudom. Szóval a 90-es évek közepén, akkor én még én nem volt, épp hogy építész lettem, és biztos, hogy az idősebb generációból sokan emlékeznek rá, hogy azért egy elég zavaros idő volt, mert hogy az új irodák a saját lábukon még nem nagyon tudtak fölállni, a régi nagy építészműhelyként működő nagy vállalatok megszűntek, és egy elég zavaros, egy kicsit ilyen zűrzavaros idő volt. A szakmai közéletről nagyon keveset lehetett tudni vagy beszélni, és hát leginkább ez a társadalmi szinten is valahogy ez úgy működött, hogy nem nagyon foglalkoztak az emberek az építészettel, azzal meg a legkevésbé sem, hogy ez mondjuk a közbeszédnek a tárgya legyen, vagy valamilyen szinten, egyszerűen csak minősítsék, nem is az, hogy ez most rossz, vagy jó, vagy én gondolok erről valamit. És aztán a 2000-es években ez folyamatosan visszatérő probléma volt, hogy hogyan lehetne a szakmát úgy népszerűsíteni, hogy akkor lássák, hogy látszódjon egyáltalán, van egy ilyen szakma, hogy van az építészetnek kulturális tartalma, és akkor már ugye létezett a kamara, és akkor jött ez a gondolat, ami én szerintem egy zseniális dolog, hogy nyisson egy kulturális központot a budapesti kamara. Neki megvan ehhez az erőforrása, bár akkor nem nagyon volt, tehát iszonyú nagy bátorság kellett hozzá. És próbálja meg ezt a kulturális központot úgy működtetni, hogy ez egy ilyen csatorna legyen igazából
a nyilvánosság felé, amin keresztül az építészetről lehet beszélni, amit, ahol meg lehet mutatkozni, tehát ez egy, ez én szerintem egy zseniális ötlet volt. És akkor sikerült az üzem, akkoriban a Nagy Bálintnak az NN galériája, illetve talán a Winkler Barnának volt még a HAP galériája. Néha a Budapest galériában voltak építészeti témájú előadások, meg talán a Műcsarnokban, ha még volt, akkor kék. Kék mikor indult? Elnézést, akkor ezt nem tudtam. De akkor már megvolt a kék, és az nagyon, nagyon jót tett én szerintem a szakmai közéletnek, hogy a Bálintot sikerült ennek az élére állítani. Őneki az volt a koncepciója, ami azóta is tart, hogy az építészet az nem önmagában értelmezhető, hanem az összes többi társművészettel együtt. Ezek a metakommunikációs formák, amik a különböző művészeti ágak között vannak, én szerintem nagyon, nagyon, nagyon jól működnek, nagyon jó megélni, megérteni, meghallgatni ezt a koncertet. Úgyhogy én szerintem ez a Fuga profiljának az alapja, ez nagyon jó. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag a Budapest Építészkamara ezt a fajta tevékenységét, amivel a kultúrát támogatja, vagy egész egyszerűen az építészetet a közbeszéd tárgyává teszi, ezzel ki is pipálja. És én szerintem ez az, amit erre fordít, az nem sok. Tehát, hogy erre azt gondolom, hogy továbbra is szükség van, sőt, újabb rétegekre lenne szükség ezzel kapcsolatban. Nyilván úgy, hogy ne jelentsen erőpróbát a budapesti kamarának. Hogy közösségépítő szerepe van-e a kamarának, azt nem tudom, hogy a kamarának kell-e lennie közösségépítő szerepének, vagy ez más egyesületeknek, vagy kisebb csoportosulásoknak a dolga. Azért a kamara az nem csak közösség, hanem szabályoz is. Tehát, hogyha valaki, azt látjátok, ez egy szabályozott szakma, hogyha valaki rossz fát tesz a tűzre, akkor a kamara számon kérheti őt. Tehát betartathatja. Úgy pedig azért lehetnek sértődések belőle, de mondjuk ez is belefér egy jó közösségben. Aztán nem tudom, hogy mondjuk a mérnök és építész egyletben hogy működtek a dolgok a háború előtt, illetve hogy a háború után ott ennek mi volt a fóruma. Én szerintem a nagy tervezőirodák lehettek ezek, ahol a közösségek létrejöttek. Ezt a szerepet lehet, hogy a kamara át tudja vállalni, de én szerintem módjával. Tehát én szerintem komolyabban kell venni ennél a kamarát. És akkor volt még egy harmadik, a Fuga. Csak ezt összevontam, igaz? Úgyhogy azt gondolom, hogy a fugára szükség van. És annyira jól esik most ez a beszélgetés, hogy nem kötözködnék a Balázsral a Fuga kapcsán. Nekem is jól esik ez a beszélgetés, meg hogy mondjam. De tényleg, mert hogy szerintem jók ezek a közös gondolkodások. Én csak annyival egészítem ezt ki, hogy tényleg azért, mondjuk, hagyd legyek akkor én önkritikus, tehát, hogy én valóban azt gondoltam egy ideig, hogy a kamarának ezeket a szabályozási helyzeteket kell nagyon pontosan tartani, hogy minden patent legyen, az utolsó szóig, stb. De igazándiból ez egy kicsit téves. Tehát, hogy fel kell ismerni, hogy az építészeti praxis, tehát most csak a kamarai oldalról, ha nézem, azért ott is, ahogy te is mondtad, az egészséges munkakörnyezettől kezdve az, hogy mire írjuk ki pályázatot, miért arra írok ki pályázatot, hogy figyeljük, hogy az egész piac most éppen éhen halt, és ki van véreztetve, és hogyan lehet ezt újraindítani egyáltalán. Ezért azok mind túlmutatnak azon, hogy akkor ki, melyik építész éppen most a kreditpontját lerakta, vagy nem rakta le. És ugyanúgy ennek a
építészeti közéletnek egy nagyon értékes és szerves részét olyan emberek alkotják, akik egyébként nem kamarai tagok, sőt, nagyon sokan vannak építészet, elmélettel foglalkozó emberek, sajnos nem elegen, de azért vannak, akik nem is terveznek, vagy nagyon keveset terveznek. Tehát ilyen értelemben szerintem azért ezt a közeget így egyben kell látni, és ebben kell megtalálni a kamarának a helyét úgy, hogy egyébként ez a kulturális közeg ez ne azt érezze, hogy valahol így rá van támaszkodva a kamara. Egyébként Moravánszky Ákos professzor, az ETH professzora, ő itt adott elő éppen talán 2 napja ebben a teremben, nem a magyar, vagy nem is a Budapesti Építészkamarának a tagja. Vannak még nézői kérdéseink, amit előre beküldhettek a nézők, és arra az esetre, hogyha valamelyik téma kimerült volna idő előtt, mi tematikusan szétválogattuk őket, így felolvasnék ezek közül egyet. Az építész szakma társadalmi tisztelete és megbecsültsége nagyon alacsony, sokszor már a munkánkat sem akarják kifizetni, vagy csak több hónapos késéssel jutunk hozzá a megbízási díjainkhoz. Ez szinte lopás, hatalmas mennyiségi azonnal elvárt munka, mondjuk ki, ellopása, egzisztenciális veszélyt okoz. Tudnának kérem tenni valamit ez ügyben? Ugye a spanyol kamarai rendszerben a kamarán keresztül szerződnek a tagok. Tehát az mondjuk egy jól működő rendszer, és a kamara lép fel az érdekükben, és ő az, aki gyakorlatilag behajtja ezeket a díjakat. Hát az nagyon szomorú, amit hallok, mert utoljára mondom a 90-es évek második felében volt ilyen, és viszonylag, tehát 20 év alatt azért ez úgy elmúlt, és most az utóbbi időben egy 5-6 éve megint ezt hallom, hogy ilyen a piaci magatartása a cégeknek. Nem tud, a kamara azért nem tud, nem nagy költségvetéssel dolgozik, tehát mondjuk egy behajtó céget nem tud megfizetni. De hát ezzel akkor ezek szerint újra foglalkozni kéne. Ugye ez egy nehéz ügy, és sajnos, hogy sokszor előjön. Ugye én elég sokat foglalkoztam a szakmafelügyelettel, és ott rengeteg olyan ügy jött be, ami egy ilyen praktikusan arról szólt, hogy az építész és a megbízó között kialakult egy ilyen vitahelyzet, és akkor ezt egyébként viszonylag szívós munkával fel lehetett dolgozni, és ez szerintem mai napig rendelkezésre áll. Illetőleg van ez a bizonyos teljesítésigazoló szakértői testület, ahova be lehet vinni az ilyen vitás kérdéseket. Hát nyilván nem ingyen fognak ők ilyen nagyon bölcs tanácsot adni, hogy 73,2%-ban lehet kifizetni a terveződíjat. Én azt emelném ki, hogy amire szerintem, tehát az én, tényleg ezek ilyen személyes megélések és tapasztalatok, amire a kamara jó az, hogy egy kicsit kisimítani ezt a megbízó és a tervező közötti konfliktus helyzetet, azok a esetek voltak eredményesek és hoztak örömet mindenki számára, aztán voltak persze nyilván szomorúbb megoldások is. Egyébként ezzel kapcsolatban még egy jó hír, hogy tehát a jogszabályok közé sikerült azért azt elhelyezni, hogy kell a használatba vételhez most már majd a tervezőnek az aláírása. Ez már azért egy olyan helyzet, hogyha ez egy kicsit olyan zsarolós helyzet már egy építkezés végén, amikor a tervező mondjuk ezt nem hajlandó odaadni, és ebben mondjuk bele akarták először keverni a kamarát, hogy itt lépjen be a kamara, és bírálja el azt, hogy most akkor kinek van igaza. Azt hiszem, hogy a végleges szövegből ez végül kikerült,
de hogy használatba vételekhez kelleni fog a tervezőnek a jóváhagyása. Tizenöt percet szántunk még így a további ilyen nézői előre beküldött kérdésekre, úgyhogy erre lesz most itt az idő, már is. Erre így összesen kettőtöknek 15 szóra, majd ezt így figyeljétek az órát, hogy hagyjatok egymásnak is időt. És egy olyan kérdés érkezett, ami szerintem mindkettőtök számára elég érdekes lehet, hogy mit tartanak a BK elnökjelöltek az első 100 nap prioritásának. Milyen változást fognak a tagok tapasztalni az új BK elnökség első évében? Hát az első 100 nap az a moratórium, amikor még nem kell számot adni, nem? Utána van a számonkérés. Szerintem ez egy ilyen... Ez a szokás. Hát az első... Így most jó. Hát az első egy alapszabálymódosítás lesz, hogy egy BK elnök maximum 2 ciklusra vállalhasson elnökséget. Ezt megpróbálom a tagságon keresztül verni, hogy ne legyen már több kedvem hozzá, ha még a második ciklushoz kedvem lesz. Hát az nagyon-nagyon szerencsétlen helyzet, hogy most fog cserélődni az elnökség, vagy nem. De hogy a október 1-ével lépnek életbe az új jogszabályok. És az biztos, hogy fel kell állítani egy csapatot, aki csak azt fogja monitorozni, valószínűleg a szakmafelügyelet az jó lesz erre, hogy válnak be ezek a szabályok, és akkor folyamatosan gyűjteni erről az adatot, hogy mi az, ami nem működik, mi az, ami ahol tisztázatlanságok vannak, azért átlettek írva a dolgok. Van, ahol csak a betűszó változott, ott égték, de ott is vannak azért újdonságok. Én szerintem szóval érdemes lesz ezt, hát az első 100 napról beszélünk, ennyi időt biztos igénybe fog venni, mire mindenki bele fog jönni ebbe az új jogszabályi környezetbe. Hát igen, én is azt gondolom, az első 100 napban nem fog unatkozni senki, mert most lesz ez a dömping, és az, hogy egyáltalán meglegyen a kellő tájékoztatás a tagok felé, azért az egy elég komoly feladat. Vissza itt tehát, hogy 2 ciklusnál többet nem egészséges vinni. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy így van. Akkor még 2 évet van. Ezek szerint nekem van a 2 évem. Bocsánat, ezt nem hagyhattam ki. Hát még 100 nap alatt nem is tudom. Hát nem akarok ígérni ezzel kapcsolatban semmit. Köszönjük. Következő kérdés. Miből finanszírozzák a programjaik új teremtő elemeit, és azt a rengeteg munkát, ami ehhez kell, hogy beletegyék a kamara életébe? Hogyan tudnak az egyéb tevékenységeik, munkáik mellett teljes időben a kamara ügyeivel foglalkozni, amennyiben meglátásuk szerint nem szükséges teljes munkaidőben kamarai munkát végezni? Ezt mivel tudják indokolni, hiszen az elmúlt 30 év azt igazolja, hogy a hobbi szintű kamarai vezetés nem hoz eredményeket. Akkor ezt most kezdem én, és én azt hiszem, hogy Laci is bemutatta, hogy tudja ezt vinni. Azt hiszem, hogy én is bemutattam, hogy össze lehet ezeket egyeztetni. Ez egy nagyon szenzitív kérdés, tehát hogy az, hogy ilyen professzionális elnök legyen, meg professzionális vezetés legyen, az elég messzire mutat. Arra én nem látom őszintén szólva a forrásokat. Egy nagyon jól menő gazdaságban mondjuk egy ilyen 2 éves charityt el lehetne akár képzelni, hogy akkor az ember úgy lesz elnök, hogy ha már a 2 év szobát, hogy akkor én nem csinálok semmi más, viszont ezt azért a jelképes összegért viszem. Most egy picit visszamegyek megint a törődéshez, hogy
hogy ebben a közösségben nagyon erős az elhatározás a tekintetben, hogy komoly energiákat tegyünk erre a ciklusra rá, nem egy személyben, tehát hogy ez ne egy emberre, vagy nagyon kevés emberre álljon ez a mérhetetlen feladat. Ugye a pénzügyi dolgoknál pedig hát nyilvánvalóan költségvetést kell csinálni, az ötletekből konkrét cselekvéseket kell csinálni, és ehhez kell tudni forrást allokálni. Ugye ebben meg nagyon fontosak azok a partneri helyzetek, amikről már beszéltünk szerintem mindketten, mert van olyan, hogy egyedül nem megy, de mással együtt meg igen. Tehát, hogy igazándiból nekünk ez az erőforrásunk, hogy ha nem egyedül akarunk mindent megoldani, másokkal együtt, akkor vannak lehetőségeink. Eddig még nem került szóba, de van a kamarának egy profi titkársága. Van egy nagyon jó titkárunk, a Gábor, Lichner Gábor, és Zsanették is nagyon profin végzik a munkájukat, és nagyon jó a kapcsolatuk a tagokkal. Én azt hiszem, hogy lehet erősíteni azt a stábot, aki részt vesz, nem csak az adminisztrációs ügyekben, hanem ezekben, amikről most beszéltünk. Ennek a fedezetét én azért megpróbálnám újra nyitni a tárgyalásokat az országos kamarával, tehát hogy jelenleg a 30%-át a költségvetésünknek azt feladjuk nekik, úgyhogy megpróbálunk ebben valamit lépni. Kicsit visszakanyarodva egy korábbi témához, ami így a tagság kapcsán érkezett egy olyan kérdés, hogy a kamarai tagok döntő többsége 1-5 fős mikrovállalkozásokban dolgozik, amelyik 2021-es felmérése szerint országos szinten közel 90%-uk. Az építészeti megbízások volumenének pedig körülbelül 40-45%-át a közszféra megrendelései teszik ki. Mit kíván tenni az új BK elnök és csapata, hogy ezek a mikrovállalkozások egyenlő és reális eséllyel indulhassanak a közbeszerzéseken és egyéb ajánlatkéréseken, és hogy ott ne csupán a legalacsonyabb ár legyen a kiválasztási szempont? Bocsánat, az állami beruházásokról szóló törvényt azt el kell olvasni, ez az új jogszabály, ott kifejezetten azt mondják, hogy tervpályázatokat kell kiírni minden állami beruházásra, kivéve, de hogy ez talán reményt adhat arra, hogy tervpályázatok útján el lehet nyerni ezeket a feladatokat. Ugye az egyetlen olyan ismert versenyeztetési forma, ahol a minőség az, ami alapján ez eldől. Nyilván a tervpályázati zsűriket is rendbe kéne szedni, tehát arra alkalmas személyeket kellene szaktudásuk alapján delegálni a tervpályázatokba. A szakmai zsűrinek kéne lenni a többségének ebben. Úgyhogy ezt látom az egyik ilyen kiválasztási formának. Én annyit tennék hozzá, hogy gyakorlatilag mi tényleg viszonylag nagy ügyeken dolgozunk, de nem nőtt föl a létszámunk, hanem egy ilyen klaszterben működünk együtt, és amennyire tudom, ti is ezt a formát választottátok, amikor a Zsolnait csináltátok, nem? Nagyon régen. Tehát, hogy léteznek ilyen helyzeteket, komoly energiát kell beletenni. Ugye a kiválasztási szempontoknál azért egyre erősebb a referencia, tehát a jogászok azt nagyon szeretik, mert az olyan jól mérhető, és nekem az a tapasztalatom, de erre kell egyébként tényleg minden ilyen kiírásnak utána menni, hogy legyenek összehasonlító adataink, hogy ezeket a minőségi kritériumokat úgy kiszokták maxolni, tehát hogy még él az ember, akinek 263 év tervezői tapasztalata van, és akkor azt mindenki megtalálja. És akkor a végén megint az ár dönt. Tehát, hogy ezért jó a tervpályázat, mert ott tényleg a gondolatok versenyeznek egymással.
Egyébként ezért lenne jó, hogyha ez a valamilyen szintű garantált díjszabáshoz bejönne, mert akkor ez egy objektív, akkor nem az ár döntene, mindenki ezen vállalkozik, és onnantól kezdve, aki meg tudja csinálni hatékonyabban, gyorsabban, jobb minőségben, építészetileg jobb minőségben az adott feladatot, az lehetne a versenyeztetésnek egy formája. Hát ez nagy munka ezt kidolgozni. Illetőleg léteznek olyan modellek is, hogy igazándiból ilyen kisebb irodák tényleg tudnak egymásnak kapacitásukat biztosítani, ezeket mind körbe kell és körbe is lehet járni. A magyar létnek az a tragédiája, hogy ilyen hektikusan változik a gazdasági környezet, és időnként így mindent elmos a válság, és akkor meg vannak ilyen iszonyatos építkezések. Szerintem most arra kéne nagyon figyelni, hogy a következő felfutásban ne csak a feladatok, hanem a tervezői díjak is kövessék a dinamikát. Érdemes a Bartók környékére költözni, mert ott az építési irodáknak a sűrűsége az a legnagyobb szerintem az országban. Még egy nézői kérdést szeretnénk feltenni. Ez pedig így hangzik. Az etikai és fegyelmi szabályzat az egyik legfontosabb, talán a legfontosabb és kézzelfogható eszköze a szakma belső önszabályozásának és érdekvédelmének, de ugyanúgy, ahogy a tagság nem érzékeli a valódi külső érdekvédelmet, úgy nem hisznek ennek a szabályozó eszköznek az alkalmazásában sem. Hogyan tervezik a jelöltek az etikai és fegyelmi szabályzat elkerülhetetlenül szükséges, gyakoribb alkalmazását, és mik ezzel kapcsolatban a konkrét ötleteik? Kicsit ilyen ilyetten nézek az Andrásra, mert ő ennek a specialistája, hogy gyakorlatilag amióta a kamara megvan, te etikával foglalkozol, nem? De ez a... Na, majdnem. Igen. Tehát, hogy azért 60, évente 60 etikai ügy van a Magyar Építész Kamarában. És úgy tudom, az ügyvédi kamarában talán 600. Tehát, hogy annyira nem vagyunk... Rossz csontok, vagy egész egyszerűen nem tudnak a tagok kellően erről, hogy létezik ilyen, hogy egy első szintje a bírálatnak, bíráskodásnak, vagy egész egyszerűen az igazságtételnek az a kamarán belül van. Úgyhogy ezt lehet népszerűsíteni, hogyha valami gondod van, fordulj az etikához. Ugye a ilyen technikai válasz a kérdés az, hogy akkor járunk-e helyesen, hogyha semmit, tehát hogy az etika az egy nagyon autonóm testület, tehát hogyha abba bármelyik elnök így bele akar piszkálni, az nem helyes, tehát hogy akik az etikai fegyelmi bizottságba jelentkeztek, nekik lesz ez igazándiból feladat, mert ez egy tényleg speciális tudás, és nem is annyira nyitott, mert nem teregethető. Az bizonyos, hogy vannak olyan területek, amik meg fognak jelenni. Tehát, hogy azáltal, hogy a kivitelező réteg is tag lesz, ez az egész rész valahogy, ami tervezői etikai fegyelmi szabályzatként jelent meg eddig, ezt ki kell egészíteni a kivitelező és a tervező, mint kamarai tag és kamarai tag közötti viszonyrendszernek a megnyugtató szabályozására. Szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon érzékeny feladat lesz a következő időszakban. Egyébként a budapesti építészkamarát kevésbé fogja érinteni, mert hogy az országos kamarához delegálták az elsőfokú etikai eljárásokat 2025-től. Tehát nem a területi kamarához fog tartozni. A legtöbb jelöltet az országos kamarába a budapesti kamara adja létszám arányosan, tehát gyakorlatilag valószínűleg ugyanazok, ha megválasztjátok őket, lesznek a delegáltak ebbe a testületbe, de közvetlen kapcsolódása a területi kamarának azon túl, hogy delegálja a jelölteket az országosba, nem lesz. Köszönjük szépen.
a kérdések lezárultak, és még 5-5 perc maradt az esemény végére, hogy megfogalmazzátok a záró gondolataitokat és a konklúzióitokat. Ebben már nem kell, hogy reagáljatok egymásra, csak kérünk titeket, hogy foglaljátok össze, amiket elmondtatok, vagy így a főbb gondolati fonalaitokat. Akkor most névsorba megyünk. Én nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést, mert tényleg jó volt. Több ilyet kéne tartani, nem csak ezekben a ritka pillanatokban, amikor egy ilyen választási helyzet van, bár most tényleg jó, hogy erre módot találtunk. Én azt szeretném mindenkinek így üzenetként adni, hogy itt elég sok jelölt fölkerült a jelöltlistákra, ezek az emberek valamilyen módon mind elhivatottak. És nagy öröm, hogy most egy ilyen erőforrás, szegényes kamarai létbe egy ilyen lendület valahogy azért tényleg megjelent. Ha másban nem, abban biztos, hogy vannak alternatívek, lehet választani. Mi a törődés munkabizottság részéről egy ilyen nyitottságot szeretnénk kínálni mindenki felé, olyannyira, hogy szervezünk majd a választás után egy nagyon remek after partit, ahova mindenkit nagy örömmel várunk, ahol tisztavatónak hívjuk, vagy nem tudom, voltak még ilyen munkanevek. Tehát, hogy tényleg legyen ez egy ilyen közös ügy, egy közös ünnep, ünnepeljük meg azt, hogy a tagok ki tudják jelölni azokat a szereplőket, akik tovább viszik a stafétát, és hát legyen ez egy ilyen fontos és ünnepi helyzet. Én ezt kívánom mindenkinek. És köszönöm, hogy megszerveztétek a vitát, és köszönjük a Fugának, hogy teret adott ennek az eseménynek. Én meg mindenkit arra buzdítanék, hogy gyertek el szavazni pénteken. Tehát, hogy éljetek a jogotokkal, a Budapest Építész Kamara tagjai vagytok, gyertek, szavazzatok, szavazzátok meg, aki rokonszenvesebb, szavazzátok meg, akiben jobban megbíztok, választhatok felelősen, úgyhogy pénteken találkozunk. És feltétlenül a hosszúhajú szakáras őszülőt választjátok